Na, hát ebbe a városba már elvileg elég sokszor jártam itt a Trafalgar téren, most viszont elvileg már talán tovább tudok jutni. Ott a hátsó oldalán volt egy hatalmas kapu, és egy ilyen valamiféle katonai bázis, ahova eddig nem engedtek be. De elvileg azt hiszem most, mivel idehozza... Ó, ott a London Eye. Hát egy picit megviselt állapotban van szegény. Szóval, hogy elvileg ide kell most már bejutnom, ha minden igaz. És nagyon remélem, hogy most már végleg, vagy végre beengednek, mert már nekifutottam ennek egy párszor, de sikertelenül. Mentünk azért egyet, hogyha... Hát ide beszeretnék mondjuk leginkább jutni. Na, pont szerettem volna látni, hogy kinyílik, de erről lemaradtam. Álltam már itt jó sokszor, de eddig ide nem sikerült bejutni. Egy ilyen brutál nagy, ilyen markoló kar, vagy nem tudom mi a fene. De most kinyitotta, úgyhogy bejutunk a Westminster régióba. És ez itt érintésvédelmi szempontból teljesen oké, ugye? Jó, hát akkor menjünk. Jó, hát ez egy kicsit ilyen kulturáltabb területnek tűnik. Szóval ez azért egy lényegesen szebb, lényegesen kulturáltabb terület. Ez viszonylag egyben maradt itt a nukleáris csapások ellenére. Szépek a fák, de nem pontosan értem, hogy miért. Atya úristen. Igen, hát tök jó. Értem én, hogy zömében karakterbusztolással foglalkoztam. Értem én, hogy területfelderítéssel foglalkoztam. De hogy ilyen 50 óra játék után még kinyílnak ekkora területek, ez egy kicsit fájdalmas. Korábban örömködtem magamnak, hogy ó, hát megvan az utolsó pohár alátét, hát aztán, hogy más nem mondjak, itt biztos van egy kocsma. Úgyhogy többek között ezért sem volt meg az utolsó pohár alátét. Lehet, hogy ott már végre megszerzem. És elvileg itt is van küldetésem, ez egy ilyen mellékküldetés, valami fegyvert kell azt hiszem megszerezni, meg ide is van küldetésem, valami lezuhanási területet fel kell fedezni. Úgyhogy, hát lényegében csak magamat tudom ismételni, iszonyatos mennyiségű tartalom van ebbe a játékba, tehát mindenféle várakozáson felül teljesít, abszolút nem lehet azt mondani, hogy ezt elnagyolták, egy megúszós kis DLC, egy pici régiót megcsináltak, tehát lényegében komplett London fel van dolgozva, és rengeteg terület, rengeteg felfedezhető helyszín, csomó küldetés, úgyhogy hát minden tiszteletem. Tényleg az a baj, hogy lassan ott tartok, hogy nem készültem így időben, idegileg ennyi játékidővel, tehát hogy most az a remek, hogy ugye elindult már több mint egy hete az új WoW kieg, amivel úgy szerettem volna játszani, csak korrektségből azért szerettem volna befejezni ezt a játékot. De hát elég messze vagyok én még attól, hogy ezt befejezzem. És közben meg ketyeg le a... Abu. Itt van Abu. Ez az Aladdinnak a majma. Szóval, hogy igazából nem gondoltam, őszinte leszek, hogy ekkora mennyiségű tartalom került ebbe a játékba, és azt hittem, hogy ezzel hamarabb lehet végezni, és igazából úgy sajnálnám abba hagyni, mert nagyon jó tartalom és nagyon jó játék annak ellenére, hogy viszonylag instabil és elég sokszor backcrash-el, meg annak ellenére, hogy már nem mai mainstream grafikában rendelkezik, ez bőven lehet neki tolerálni a nagyon jó tartalom miatt. Na, ma még nem olvastam, úgyhogy ezért kaptam egy 100 XP-t egyből, ugye a felvett perk miatt. Viszont hát tény, hogy közben ketyeg a WoW játékidőm. Egyébként kicsit furcsa ezzel a WoW-val, meg úgy vagyok, hogy hát hülye hasonlat, de mégis olyan, mint amikor az emberek így néznek, ezek az autók egész szépek, ezeket szintén nem kapta szét a radioaktivitás. Szóval, hogy kicsit olyan, mint amikor az emberek ilyen hétvégi munkájában, és így halogatott, de tudod, hogy úgyis meg kell csinálni. És most megint bekresselt a játék. No, hát visszatérve. Szóval igen, tehát nem egy betonstabil a játék, ahogy említettem, és ennek ellenére újra és újra elindítja az ember, és megbocsájtod neki, és elviseled, mert egyébként tényleg szívvel, lélekkel készített nagyon jó játék, remek tartalommal. Viszont lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy tuti, hogy fogok még vele játszani. Na, akkor errefelé lesz a Buckingham Palota? St. James Palace? Na, itt van. Igen, ez most csak azért ismerős, mert tényleg voltunk tavasszal, és kb. Így sétáltunk. Szóval, hogy lehet, hogy ezt fogom csinálni... Ó, itt volt WC, azt hiszem. Nem? A valóságban úgy emlékszem, hogy itt volt WC. Jaj!
Anyád! Innen indultak az őrök, azt hiszem. Te most miért lősz rám? Én nem bántottalak. Azt hiszem itt kellett szemben állni a... Igen, innen indult az őrségváltás. Itt mondjuk a valóságban van kerítés, és onnan hátulról jönnek ki a bal sarokból, majd lehet egy overlaybe rávágok egy kis képet. És hát nagy bölcsen ez a járdarész az üres volt, ez most tudom, nem biztos, hogy bárkit érdekel, ha esetleg valaki megy Londonba, frankon meg van csinálva egyébként, tényleg mondjuk nem így nézett ki. És nagyon okosan ide álltunk a két szélére, aztán itt közölték az őrök, hogy nem, köszi, itt lovasőrség fog vonulni, úgyhogy ide lehet állni erre a járdaszakaszra. De nagyjából innen szemből lehetett látni őket, és akkor itt szépen elvonultak. És aztán akkor mondjuk most bejárom ugyanezt a terepet. Itt nagyon cukin vonultak, én meg itt rohantam mellettük, mint egy állat, és közben videóztam. Úgyhogy most akkor elmegyünk a Buckingham palotáig, szóval marha jó ez a játék, és nagyon sajnálnám ezt félbehagyni, és nem végigjátszani már csak azért is, mert én aztán nem vagyok egy nagy London szakértő, de még számomra is full felismerhetőek a helyek, pláne aki esetleg mondjuk gyakrabban jár, vagy ott él, ott lakik, annak főleg, és akkor itt a Buckingham palota. Egy kicsit elektromos kerítés van körbe, úgy látom, hát a valóságban sem így nézett ki ez a dolog. Igen, és akkor itt felcsattant egy csomó ember a kerítésre, úgyhogy mi nem mentünk be egyből, hanem itt, ha erre elrongyolsz, akkor erre volt a St. James Park, úgy emlékszem, ahol lehet mókusokat simogatni. Nem ez az, mert itt azért jóval többet gyalogoltunk. Igen, ez nagyon, nagyon jó, hogy teljesen lemodellezték. Itt is átsétáltunk ez alatt a boltív alatt. Ez nem emlékszem pontosan sajnos, hogy minek volt a... valamiféle zajnak a... Jajajaj! Na itt még a postaláda se jöl meg. Szóval, hogy tényleg csak tisztelettel tudok adózni itt a készítőknek, hogy iszonyat mennyiségű tartalom benne van. Csak már ez önmagában szerintem, hogy Londont ilyen... Hát mondjuk itt a textúrák viszonylag diszkrét módon töltöttek be ott hátul. Tehát, hogy Londont ilyen részletességgel lemodellezni már önmagában ez óriási merő lehet. Igen, és akkor ez itt szemben Hyde Park. És akkor itt lesznek mókusok? Mert itt egyébként híresen mókusokat lehet etetni. Szóval, hogy én szerintem visszatérve, tehát itt az agymenésemet ugorjuk át, lehet, hogy ha mókusok lesznek, azok is zombi mókusok lesznek, úgyhogy nem biztos, hogy jó, ha megsimogatjuk őket, vagy etetjük őket. Tehát, hogy olyan mennyiségű idő, energia és tartalom bele lett téve ebbe a játékba, főleg úgy, hogy free, amit egyszerűen nem is értek, hogy ezt hogy tudták a srácok megoldani. Tehát legalább, lehet, hogy utána fogok nézni, legalább legyen valami donation oldaluk, hogy az ember mit tudom, egy 5-10 eurót adományoz a készítésért. Itt valami feszkó van. Hogy egészen elképesztő, jesszus, az ott mi? Egészen elképesztő mennyiségű tartalom van benne, tehát nagyon-nagyon frankó játék. Néha-néha azért rányomok a launcherben arra frissítés gombra, kb. Nem történik semmi, tehát ezt olyan nagyon nem tudom követni, hogy történt-e bármiféle frissítés ebben a bagosságban. Igazából kicsit meg tartok tőle, hogyha történik, akkor elveszítem ezt a remek fegyveremet, ami ilyen brutálisan overkill és szerintem bagos. Úgyhogy... hát akinek szerintem bármiféle lehetősége van ezt kipróbálni, mert esetleg megvan neki a Fallout 4 bármilyen platformon. Ugye lényegében ez az egyetlen kritérium, hogy meglegyen a Fallout 4, mert a GOG-ban be tudjuk brózolni és hozzá tudjuk adni. Ez az első epizódban, amit csináltam, abban megvan, hogy hogyan. És igazából onnantól kezdve, na ez most kicsoda és miért? Te miért bántasz engem? Az ott nem minősít lopásnak, én úgy láttam. Nénikédre lövöldöző. Szóval, hogy egészen elképesztő mennyiségű tartalom van a játékban, mindenkinek csak ajánlom, tehát visszatérve, szerintem az fog történni, most még egy kicsit játszom, és azért ott hagytam abba, amikor bekreselt a játék, egy picit olyan érzés, minthogyha most itt ki a gonosz? Ja, csak így elkezdesz mókából lődözni. Tehát, hogy kicsit... olyan érzésem van a WoW-val kapcsolatos, amikor ilyen hétvégi munkát az ember halogat, de tudod, hogy neki kell állni. Nem tudom miért. Tehát igazából lenne kedvem visszatérni, lenne kedvem kipróbálni, lenne kedvem játszani vele. Főleg így, hogy ezek teljesen hülyék, hogy így randomra lődöznek mindenkire. És elvileg nem minősül ellenségnek, nem mutatja pirosnak egyiket se. Ezek nagyon érdekes közjátékok itt. Nem igazán értem, hogy itt kinek kellett volna segíteni.
és nem avatkoztunk közbe. Szóval, hogy nem értem miért, mert igazából érdekelne a játék, szeretném kipróbálni, de valamiért tartok tőle, hogy nem fog tudni behúzni, nem fog már tetszeni, nem állja meg már a helyét a mai világban. Ez az egyik félelem, a másik félelem meg ha igen, és behúz teljesen, akkor meg baj van. Mert ugye ezt tudjuk, hogy milyen... Jézus Mária, itt mindenki lő! Ide nem szabadott volna bejönnöm? Szóval, hogy tudjuk, hogy milyen ez a játék, aki bármit hallott már a WoW-ról, vagy játszott már vele, hogy ilyen iszonyatosan addiktív, nagyon beránt, teljesen elveszted az időérzékedet, meg a józan eszedet, és onnantól kezdve... Ez nagyon jó, srácok, de most miért? Szóval, hogy igen, tehát a másik probléma az meg az, hogy ha bejön és akkor vége mindennek és megállás nélkül vovozok, mert mondjuk 10x évvel ezelőtt ez még lehet így jobban belefért az életvitelembe, mint most, tehát nem biztos, hogy lenne annyi szabadidőm rá, meg annyi lehetőségem. No, de mindegy, biztos, hogy ki fogjuk próbálni, tehát akit érdekel a WoW és érdekel a Fallout, vagy most nem, most inkább azt akartam, hogy a Fallout London, azt szeretném megnyugtatni, majd még biztos, hogy játszom vele, mert én ezt szeretném végigjátszani. Csak most egy kicsit ilyen elpazarolt időnek érzem, hogy itt nem ketyeg semmiféle game time, ott meg igen, és hát ezzel játszom úgy, hogy közben meg a lényegében kifizetett napokat veszítem ott el, ez nem olyan nagyon szerencsés. Ettől függetlenül nagyságrendileg azt gondolom, hogy az lesz, hogy elindítom a játékot, 3-4 napot játszom vele, és hát tartok tőle, hogy megunom. De lehet, hogy ez még mindig a jobb forgatókönyv lesz. Viszont hát nehezen hagyom itt ezt, mert tényleg ilyen mókás, vidám környezetben, kellemes, hangulatos területeken, vidám minket szeretettel váró ellenfeleket tudunk halomra lőni. Az a baj, nem tudom, hol a küldetésem. Na jó, túl sokat pofázok, megyünk küldetésre. Itt belekeveredtünk valami banda háborúba. Az egyik épület előtt állt ez a fickó ezzel a három hölgyel, és valami konfliktusuk van. Be kell törni egy épületbe, és helyre rakni az embereket. Konkrétan a fickó seg hülye, azt se tudja, hova kell menni. Így rohangálunk ilyen krikettütővel a kezünkbe, aztán mármint ő, többiek meg baseball ütővel meg egyebek, de azt se tudják, hova menjünk. Na, itt mondjuk már nem annyira szeretnek minket. Ó, ide bejöttek ilyen rohadékok. Hát ez érdekes azért. Eddig itt ilyenek nem voltak. Hey, srácok. Jó. Aztán akkor nézzük a... Azért célzok, így tudnék rá lőni, de azért célzok inkább így, mert különben belelövök a szövetségesekbe. És akkor mindenki ellenfelem lesz. De még az a probléma, hogy még így is van, hogy belelép valaki a lövésbe. Na, ez valami jó cucc. 100-at sebez. 20-as tűzgyorsaság, nem rossz. Szóval, hogy még az is van néha, amikor ezzel a bac rendszerre célzok és lövök, hogy akkor is belelép valaki a lövésbe, és azt találom el, és... ó, ezek gonik. Azért ez érdekes, hogy ilyen random helyeken vannak ilyen gonosz lények. Nem pontosan értem, hogy miért. Főleg, hogy miért beefeaterek, de hát mindegy. Na merre kéne tovább mennem? Merre mentek ezek a bolondok? Picit ez ilyen elmebaj, hogy így rohangálunk London belvárosába három ilyen, négy ilyen kreténnel, és azt se tudjuk, hogy hova kell menni bosszút állni. Na, jó helyen vagyunk, te idióta. Én egyre inkább kezdem azt érezni, hogy ez egy ilyen kamu lesz, és ezek engem fognak megtámadni. Csak úgy csinálunk, mintha valahova mennénk. De lehet, hogy nem. Megérkeztünk végre. No, itt azért lesz atak, úgy érzem. Egy kicsit beszorultam. Jó bírják a gyűlődést a srácok. Szegényke. Hát nem vagyok benne biztos, hogy ezek jó fejek, akik mellé álltam. Tehát lehet, hogy ezek a gonoszok csapatát erősítik. De hát mindegy, küldetés XP, úgyhogy az nekünk csak jó lehet. Itt ez gondolom nem minősül lopásnak, ha úgyis lelövünk mindenkit. Igen, és? Ez miért jó nekünk? Hova mentél, te hülye? Hú, itt azért lesz loot. Na jó, hát szóval összességében, ahogy mondtam, ez szerintem egy baromi jó játék. Független attól, hogy grafikailag kicsit elavult, és független attól, hogy tiszta bug az egész.
Szerintem örülnénk, hogyha, de mondom, szeretném hangsúlyozni, hogy nem volt problémám a korábbi epizódokkal sem, többeknek viszont volt, és én szerintem örülnénk, hogyha ilyen jellegű Fallout epizódokat kapnánk. Az a baj, egyébként tök érdekes, hogy nagyon fiatalon, még mikor, nem is tudom, Fallout 3-mal játszottunk, és az ilyen MMO-k elkezdtek megjelenni, akkor, hol beszél ez a hülye? Akkor pont azon beszéltünk havarokkal, hogy ó, de király lenne egy ilyen Fallout-szerű MMO, amiben tényleg bárhova mehetnénk, bármit csinálhatnánk, stb. És hát ezt lényegében megkaptuk a Fallout 76-tal, de valahogy játszottam vele sokat a legelején, amikor tiszta bug volt, aztán játszottam vele később is, amikor már nem volt tiszta bug. Valahogy olyan nagyon mégsem tud bent tartani, tehát hogy ilyen nagyon repetitíven, időszakosan ugyanazokat csinálgatni. Ettől függetlenül persze az is jó játék, csak valamiért én ráuntam. Mondjuk nem, mintha a WoW nem erről szólt volna, hogy repetitíven ugyanazokat csinálgatni. Most eltűntek az emberek? Vagy én vagyok hülye? De konkrétan nem látom, hogy kik és hol beszélnek. Hát, hogy följebb mentek egy emelettel? Igen, hát így az emeleten. Az emeleten megy a csicset. Which is it? És őt gondolom azért nem kell ledurrantani remélhetőleg. Na jó, srácok, akkor végeztünk? Good luck! Welcome back to the BBM, friend!